Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a Tamási Művelődési Központ szervezi és rendezi meg a Trófea Vad Gasztronómiai Fesztivált, és ahogy a nevében is szerepel, természetesen az egész rendezvény alapját a vadfőző verseny adja. Ehhez kapcsolódik számos olyan program, ami pedig azt a célt szolgálja, hogy akik lejönnek ide a Tamási parkerdőbe, nagyon jól érezhessék magukat az egész nap során. A nap programjai az ehető erdő rendezvénnyel, programmal kezdődnek, ez is kapcsolódhat tulajdonképpen a főzőversenyhez, hiszen akik részt vesznek ezen a túrán, ezen a bemutatón, azok megtudhatják, hogy milyen erdei ételek, növények vannak, amiket felhasználhatnak a konyhába. Ezt követi majd a gyerekeknek szóló program egy gyerekzenekarral, de természetesen a város emblematikus művészeti csoportjai, a Pántlika Néptánc Együttes, a Tamási Koncertfúvós Zenekar is fel fog lépni. Lesz trófea bemutató, táncprogram, a nap fő fellépője pedig az Anna and the Barbies zenekar. Őket diszkó követi, ahogy említettem, egészen éjfélig. Két színpadon párhuzamosan zajlanak a programok, lesz egy nagy színpad, ahol a nagyobb, látványosabb, nagy helyet igénylő programokat fogjuk lebonyolítani, és annak közvetlen közelében egy kis színpad, ahol a kiegészítő programokat. Hogy egyet említsek közülük, Budai Péter séffel, mesterszakáccsal vehetnek részt majd a látogatók egy látványfőzésen, egy gasztroson, de itt kerül megrendezésre a Steel Timber Sport Egyesületnek egy rendkívül látványos favágó bemutatója. Ezen az alkalmon újul meg a Dánpont Látogató Központ eddigi kiállítása, melyet már megtekinthetnek a látogatók. Körülbelül 90%-ban változik a teljes kiállítás. A lenti részben, ahol korábban a vadászati bemutató volt, oda bekerül Tamási történetének egy része. Ugye elsősorban a középkor, illetve a középkort követő időszaknak a bemutatásával rukkolunk elő, az emeleten pedig sokkal hangsúlyosabbá válik a koppányvidéki néprajznak a bemutatása, illetve igyekszünk a térséget is látványosabban bemutatni, mint a korábbi kiállítás esetében. Na most elmondhatjuk, hogy június 1-én minden idők egyik legnagyobb szabású trófea vadgasztronómiai fesztiváljára kerül sor, itt a Mikrasvári parkerdőben. Színes, tartalmas, színvonalas programokkal készülünk. Az alapfilozófia az, hogy itt ember és természet találkozik, hagyományőrző programok, a gasztronómia, helyi fellépők, és nagyon sok családoknak és gyerekeknek szóló programokkal is készülünk, úgyhogy várunk mindenkit június 1-én a Tamási parkerdőbe.